Na sziasztok srácok, én Pisti vagyok, és folytatnám a Dark Souls egy végigjátszását. Hát az előző részben Nitót megöltük, úgyhogy most már remélem, hogy azokból a sötét helyekből ennyi volt, nem lesz több. És arra gondoltam, hogy le kéne menni ide New Londóba, vagy Old Londó, vagy nem is tudom melyik pontosan. Csak az a baj, hogy ahhoz, hogy oda lemenjek, ahhoz kell nekem egy-két cucc, ami nem kerül kevés lélekbe. Mert ott ugye vannak szellemek, és a szellemeket nem lehet megölni. Illetve meg lehet ölni, csak kell hozzá egy cucc. Az mondjuk ott maradhat. Igen. Igen. Viszont akkor szerintem ez a sisak nekem már nem kell. De most már azért fogunk látni. Menjünk szépen tovább. Mondjuk védelme az nem sok volt neki. Viszont annyi értelme volt annak a sisaknak, hogy láttunk a korom sötétben. Na most veled kell beszélnem, mert vennem kell pár dolgot. Ezt innen eltüntettem, és akkor lélek. Na most ezeket a lelkeket én benyomom. Mondom, a lelkeket. Igen. Azért volt nálam egy jó pár. Ezek még már csak 3000-esek, aha. Nem baj, legalább marad annyi lélek, hogy tudok majd szintet is lépni. Jó, na szóval, akkor beszélgessünk veled egy picit. Igen, tárgyat szeretnék vásárolni, és mullandó átok, idiglenes átok, ami lehetővé teszi a szellemek támadását. Nos, ebből kell nekem egy 4 darab, annyit tudok venni. Hát, 4-et tudtam venni tőle csak. Nem baj, remélem az a 4 is elég lesz. És szerintem 65 000 lélekből tudunk lépni szintet is. Majd mindjárt megnézzük. Patkány alatt nem foglalkozunk. Ja, itt még ez dobott lelket. Tűzbomba. Hát az az, amit szerintem sokat nem dobtam el a játékban. Tényleg sokat nem is használtam se tűzbombát, se dobókésben, se semmit. Szóval én távolsági fegyvereket nem nagyon használtam. Na mindegy, tehát akkor ide leülünk és szintlépésre rámegyünk. Nem az erőre, a kitartásra. Vagy az életerőre. Hát menjünk rá most az életerőre. Azt is kell néha. Na, és akkor menjünk szépen le. Gondolom az Estuson nem tudok erősíteni. Ja, nincsen nálam tűző, őrző lélek. Akkor viszont itt lemegyek. És fog kelleni nekem ez. Viszont ez a nyaklánc ide már nem kell. Az az előző boss, az Manushoz kellett. Most ezt a kart meghúzom, felhívjuk a liftet. Ó, geci, jó mérő jön. Oké. Hello, ó, fajn kis csaj. Na, szóval. Akkor itt vagyunk, mi ez? Valami Londó.
Új-Londó, és ezek a romok. Lovak, mi van? Valami W-nek láttam a lovagot, de már káprázik a szemem. Ez... Ez leesett, a hülye. Viszont ez baj, mert így a lootot viszont nem tudom felvenni. Na mindegy. Ajjaj, na ez jó rész lesz. Hülye szellemekkel. Átok szükséges. Mert akkor most tudom megtámadni őket. Igen. Meg tulajdonképpen én itt jártam már, hogy a tűzőrző lélek véget, akkor itt felmegyünk, és addig tart az átok, amíg ez a fehér csíkozás rajta van a karakteren. Oké. Tehát azt érdemes lesz figyelni. Azért itt voltak jó páran. Aha, jó. Hát remélem, hogy most majd lassan elfogynak. Igen, és innen akkor hová megyek? Pontosan. Az a baj, hogy nem merek leugrani. Pedig lehet, hogy le kell. Na, mindjárt megnézzük, hogy meghalunk-e, hogyha leesünk. Nem, nem halunk meg, ha leesünk. De akkor miért nem sikítottak ő? Most komolyan miért nem sikított a kő? A faszom ki van veled. Áldassék a nap, amúgy van olyan karkötöm. Rá van írva, hogy praise the sun. De miért nem sikított akkor az a szaros kő? Nem hiszem el, bazd meg. Megint hívjam a liftet. Megint nyomjam majd be a varázslatot. És azért annyira nem aranyos. Na. Akkor menjünk le. Megint. Ja, Istenem. De szopó lesz ez a rész, már most látom előre. És van egy olyan érzésem, hogy ezek a szellemek minden halál után újra spawnolnak. Átok szükséges. Az van nálam. De én átkozott kardom nem lehet. És újra jönnek. Tehát ezeket újra meg kell ölni. Pedig az lenne a legjobb, hogyha nem spawnolnának újra. Minden egyes halál után. Könnyebb volna az egész. Na mindegy. Na csináld már, ha megint dörög az ég. Tehát akkor merre kell innen menni? Ez az előbb nem volt itt. Vigyázz, ez a halál.
Már egyszer meghaltam. Na, tehát... mi a franc? Az honnan került ide? Tehát erre még nem néztem el. Itt egy lift. Nem mozdul, ez egy shortcut lesz. Akkor csak erre tudok jönni, semmerre másfelé. Ott haltam meg. Igen. Igen. És akkor hova kell menni? Ja, hülye. Erre nem tudok tovább menni, vagy de. De már miért sikított? Mullandó átok. Jó, legalább van egy átkunk pluszban. De nem tudom úgy, hogy meddig tarthat ez az átok. Mondjuk jó lenne tudni. Lélek, az mindig kell. És kinyilazott. Ja, hogy te? Nos tényleg, kinyilaz. Már arról jöttem, akkor lenézünk. Szerintem ez shortcut. Erre is még lehet eljönni, mert csak semmi lényeges. Erre sincs semmi. Gyere egy picit lejjebb, légy szíves. Az a baj, nagyon itt nem akarok támadni, mert elég szűkös a hely. Oké. Tehát erre is fölöslegesen jöttem el. De valószínűleg tartom, hogy ez tényleg shortcut lesz majd a későbbiekben. Arra sincsen semmi. Aha, most már pezzeg lejöttél. Akkor gyere fel! Akkor erre megyünk. Itt sincs semmi. Igen. Itt voltam az előbb, ez shortcut-szerű lesz. Bazd meg, hogy 66 felé lehet menni. Anyátokat! Ezért utálom a szellemeket, mert átjönnek a falon. Nem baj, ezt uszom, az van bőven. Elmúlt az átok. Tehát eddig bírja. Na, ilyen csak. Igen. De jó. Hát, mi van?
Az a baj, hogy nem tudom megnézni addig, amíg csapdos. Mert ha az olyan gyűrű, amitől folyamatosan tudom ütni őket, már a szellemeket, és nem fogy el a átoknak a hatása, akkor az fontos. Na gyorsan megnézzük. Átok ellenállást megnöveli, az viszont nem rossz. De nekem olyan gyűrű kéne, amitől nem múlik el az átok. Olyan nincs. Jaj, de jó, hogy tényleg lehet menni 86 felé. Na. Tehát itt a lift. Illetve van egy lift. És még mindig nem működik. Ez meg zárva van. Itt leugrok, tuti, hogy meghalok. Fegyver várható, miféle? Ide. De milyen fegyver? Nyílvessző, meg így. Megint olyan, amit nem fogok használni soha büdös életben. Aj, de jó. És ide meg majd át kell ugrani jobbra. Fasza. Emberség az mindig kell, de a szellem az már jön. Nos, vagy meghalok, vagy nem. Most biztos, hogy én ide be akarok menni. Mondjuk még jó, hogy nem mentem be, mert akkor ezt nem tudtam. Ritka áldozati űr. Na, azt majd mindjárt megnézem, csak először akadjanak le rólam a szellemek! Csorónak ki van törve a jobb bokája. Ja, az nem érdekel. Hát akkor csak bemegyünk. Anyádat sikítasz, ijeszgetszit. Elbűvölő teremtés várható. Elég elbűvölőek vagyunk mi is. Na most megint tudok menni három felé. Miért jó ez ennek a játéknak? Ott a szellem a falban, gyere ki. Anyádat! Jaj! Életet akartam tölteni. Ez kell. Bármi is ez. Jaj! Szaladj, more! Hol? Onnan támadott. Jó. Valószínűleg tartom, hogy arra a létre felé kell menni, de én azért szétnézek. Cseh. Igen. Akkor elnézünk még ide is. Itt ki tudok menni, de csak óvatosan. Vagy nem? Vagy erre? A francot! Hát erről jöttem. Igen. Vágom. Tehát kerültem egyet. Akkor mászunk itt fel. Gőzöm sincs, hogy merre kellene úgy menni. Most össze-vissza rohangálok, aztán majd csak oda jutok, ahova kell. Na most kérdés az, hogy ő barát vagy ellenség? Barát. Igen, nálam van az úredény.
I know exactly what your intentions are. You seek the four kings whom I guard. Na. This is the key to the seal. Köszi. Four kings slumber in the deepest chamber of the ruins. Use this key to break the seal and open the floodgates. Oh, and do not forget, the dark wraiths reside in a dark void called Again? Abyss. But the abyss is no place for ordinary mortals. Although, long ago, the knight Artorias traversed the abyss. If you find him and learn from him, the abyss may prove surmountable. Értem. Most már... Hello there. The key to the seal is now in your... Nálad olcsóbb. Kösz. Legalább van. Tehát most már tovább tudunk menni. És megtudtam egy nagyon fontos információt, hogy a négy királyok az ugye egy boss. És az a boss, az olyan helyen helyezkedik el, ami nem való embernek. Most hol van a zsilip? Ez az egyik legfontosabb kérdésem. Tehát ugye az a hely nem való embernek, valószínűleg rögtön meg is hallnánk, hogy oda jutunk. És Artorias barátunktól tanultunk, hát túlzás, hogy tanultunk, de a gyűrűjével tudunk majd azon a helyen tartózkodni. Tehát addig, amíg a gyűrű rajtunk van, addig az ottani környezet nem bánt minket. Fasza. Ez nem működik. Ez működik, igen, és itt ez a zsilip. Ja, értem. Hoppá. Ez ajtó, ez ott vannak a sárkánygyíkoknak a völgyénél. Aha, és a víz is lejjebb megy. De jó. Hoho, szevasztok gyíkok! És akkor ezért nem működött a lift sem, mert víz alatt volt. Értem már. Értem. Fasza. Igen. De jó. Remélem erre... Jaj, te hogy kerültél ide? Anyád, milyen pajzsod van neked? Jó van, két ütés, így. És kezdjük el foglalkozni sárkányokkal? Ugye ez a sötét lidérc. Mi? Van itt sötét lidérc? Ha igen? A sötét lidérc az mit takar? Hát eddig semmi jelenséget nem látok itt, nem hagy még lidércet. Na jól van, én szart se látok. Te vagy a sötét lidérc? Anyádat. Fú, de jó vagy. Na jól van. Egyedül voltál? Egyedül. Gyenge pont, hárítás. Mit kell hárítani?
Analiti! Mi a franc? Még egy analiti! Mi az a nagy dög? Az mi? Te mi az Isten vagy? Helyesmítem a kérdést, a franc voltál te? Titanit darab, az mindig jól jön. Aha, ad bújik. Gyere csak. Megmut... Aha. Nézd csak, analiti! Emberség, az van már bőven. Szétnézzünk még erre is. Valószínűleg erre kell jönni. Emberség szükséges. Az baj, mert akkor ott valami kemény lesz, és kell az emberség hozzá. Vagy egy, vagy beinveljenek, vagy kettő. Tudjak én inveálni fantomot. Aki tud segíteni nekem. Erre már hol vagyok? Igen. Viszont kellene nekem egy bonfire, de nagyon gyorsan. Titkos fal. Titkos fal. Nem, nincs titkos fal. Igen. Elképesztő parás, hát azért gondolom meg kell majd... Hű, geci, majdnem leestem. Hatalmas parázs. Na, ezt melyik kovácsnak kell odaadni? Várjám, ott volt valami fény. Vagy nem? Rosszul láttam, rosszul. Na, már mondjuk ide megérte eljönni. De nem annyira, hogy bonfire találják. Pedig az is kéne. Hát jól van, akkor nincs más. Rossz felé jövök. Erre. Jaj. Akkor csak erre kell jönnöm. Amerre emberség szükséges elvileg. Ide. Ide. Menj már fel. Láda várható. Hát... oda én biztos, hogy nem ugrok. Lehet ez hülye. Felőle a világ legjobb ládája is ott lehet. Pompás kilátás szükséges. Anyád, ott ilyen sötétben mit látsz? Jaj, hello! Gyere, megmutatom, hogy milyen egy segvűreg vizsgálat. Jól van, akkor mégsem. Igen. Hát, jó. Megint nem tudok sok felé menni. Ide. Várjál. Igen.
Erről jöttem. Ne tévedjünk el. Tehát akkor erre. Lélek. Igen. A Zsák utca várható. A zárt terület. Azért annyira nem Zsák utca ez, mert itt le tudok menni. Bazd meg, hogy... Ezt véd ki! Mondjuk attól függetlenül lehet, hogy itt Zsák utca lesz. Ja! Hát nem Zsák utca, de kerülővel visszamegyünk a legelejére, tehát valamilyen szinten igaz volt a kiírás. Köszönöm szépen a többi játékosnak. Akkor itt erre felmegyünk, és mi lesz itt? Júj! Jaj, mert megint ott van az a nagy dög! Analiti! Titanid darab. Estus. Még van 15. Ah, kurva jók vagyunk. Anyát picsáját! Bazd meg! Remélem falon nem üt át. Hát ott szopjál le! Hát mennyi ezt tudsz igyak meg miattad? 5000, legalább lelket jót ad. De jó. Fő ellenség. Aha, arra lesz majd a négy kínálj. Közelgő halál. Nem tervezem meghalni. De fogadjunk azon írva, hogy zárt, hogy Zsák utca. Titanid darab. Közelgő halál, ezt már olvastuk. És erre egyáltalán nincsen bonfire. Próbálkoz ez ugrás. Most ha én ide leugrok, akkor visszamegyek a pálya elejére. És az nekem egyáltalán nem jó. Közelgő fő ellenfél. Itt van egy láda. És van benne titanid darab. És nem hiszem el, hogy itt lent nincsen bonfire sehol. Pedig tuti, hogy van valahol, csak titkos fallal van elrejtve. Fő ellenfél várható. Gyűrű szükséges. Na igen, most jön az a rész, amikor ezek eleve nem kellenek, és akkor hol van Arthorias gyűrűje? Szövetségével, vagy segítségével bejárhatod az örvényt. Tehát, hogy ez a gyűrű rajtunk van, akkor nem fogunk meghalni. De jó. És akkor itt most lesétálunk, hogy mi a franc. Ugrás, ha hülye vagy, meghalok.
Sok szerencsét. Hát akkor csak le kell ugrani, nem? Az örvény. Megcsináltam. Mit csináltam meg? Nyitott terület. Na, ez csak egy. De milyen messzi van tőlem, baszki. Uha. Hát én azért töltök életet, mit szólsz hozzá? Ő is csinál valamit? Na, egyik megvan. Baszki. Megvan a következő is. Tehát akkor ketten megvannak. Ja, ott a harmadik is. Anyád. Anyád. Így áll. Tehát három már megvan. Hol a negyedik? Tényleg, hol a negyedik? Ha nem látom a negyediket. Várja, itt van, jól van, megvan már. Nem bújhatsz el előlem? Anyádat. Anyád se szeret. Öld már meg! És akkor miért van még élete neki? Hát négyről volt szó, megöltem mind a négyet. Várjál. De négyről volt szó, ez már az ötödik. De ez már az ötödik volt, nem? Vagy elszámoltam magam? Ott van. Négy király. Ott egy bonfire. Az nem volt olyan nehéz ez a boss. Tehát azt hittem, hogy nehezebb lesz. Ja. Tehát, hogyha az életre rakok rá a kitartásra, akkor is a erősödik a karakterünk. Jól van. Akkor teleportálunk a Firelinkbe. És most olyat fogok csinálni, amit lehet, hogy nem kellene. Nem ide kellett volna teleportálnom, hanem a Káosz lányához. Azt is elmondom mindjárt, hogy miért. Igen. Na jól van. Hát először is... megnézzük, hogy van-e hazatérő csontunk. Humward Bone nincs. Nem baj, megoldjuk anélkül. Oké. Jönnek belőle a férgek.
Mindjárt azt is van, tudjátok, hogy ezt miért teszem meg, vagy miért csinálom. Ezért. Nézzétek, hoppá, tűzőrző lélek. Nos, ez egy baj van, hogy most ehhez ide nem tudunk leülni. Viszont plusz 5-ös lesz az esztoszunk, hogyha találok egy bonfire-t, és visszamegyek Firelinkbe. Ami nem lesz nehéz, tekintve, hogy itt kell valahol lemenni, ugye a lávás területre, és ott van bonfire. Igen, ott van, látom már a bonfire-t, arra szépen, hogy oda szépen leülünk, így. Teleport Firelinkbe, és akkor plusz 5-ösre felvisszük az Estus-t. Fú, de jó lesz. Bezzeg? Na, azt mondja, hogy... Igen. Így, inni. Köszönöm. És akkor most már plusz 5-ös. Ugye a játék végére csak sikerült összehozni. Oké, jaj. Viszket a tarkom. Na, szóval akkor én ide leülök. És innen fogom folytatni. Mégpedig... Várjatok csak. Nem, még nem köszönök el, mert valamire kíváncsi vagyok. Te miért nem alszol? Igen. Is it something urgent? Very well. Then stay still. Na, jó van, ezt a bejátszást már sokszor láttuk, meg ezt is. És nem tudom, hogy ezt ki tudom-e már nyitni, ezt az ajtót. Igen, ki tudom nyitni. De kinek a lelkét ajánlottam fel az edénynek? Pihenjünk le. És rácok, most köszönök el tőletek. Innen fogom folytatni. Ez már a final boss lesz. De előtte még el akarok menni egy helyre, mert ott még nem voltam. Azt megnézzük. Ott még elvileg lesz egy boss. Várjál, itt a papír, amit leírtam magamnak. Meg valahol van egy filcem is. Egy fél pillanat. Mindegy. Van annyi filcem, mint a bűn. Na szóval, Nitót megöltem, azt kihúzzuk. A négy királyt megöltem, kihúzzuk. Manus megöltem, kihúzzuk. Tévedtem. Elmondom a Situt. Van még három boss a játékból. A final bosson kívül, ugye Gwynnen kívül még kettő. Tehát a final boss-t akarom utoljára hagyni. Mert még Priscilla hátra van, meg sajnos egy sárkány. Úgyhogy előtte még őket meglátogatom. Úgyhogy most köszönök el tőletek, sziasztok! Ha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára, tudjátok, amit mindig el szoktam mondani. És a következő részben találkozunk. Sziasztok!